40 másik településsel ellentétben Nagyrábén tavaly nem zárt be a Tiszántúli Takarék Szövetkezet helyi fiókja. Óriási felháborodás keltett akkora hír a lakosság körében, miszerint végleg bezárják a helyi fiókot. A pénzintézet további nyitvatartásáért azonban önkormányzatunk és Tiszai Károly polgármester úr komoly lépéseket tett. Az intézményben már a Nagyrábé mellett Bihartordáról, Bakonszegről és Bihar-Nagybajomból is járnak ügyfelek, akik július 1-től heti 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és pénteken vehetik igénybe a pénzügyi intézet szolgáltatásait. Amikor januárban megkaptuk a hírt, hogy bezárják a takarékszövetkezetet, aztán nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy ez a takarékszövetkezetünk megmaradjon, ami nagyon fontos a nagyrábiaknak, hiszen már korábban is elmondtam, két kezükkel építették és alapították, és most azért egy újabb pozitív változás, tehát februárban nem zárt be, ellentétben a 40 másik településsel, most pedig már azt is sikerült elérni, hogy 3 teljes napot legyen nyitva, tehát kett csütörtök pénteken a takarékszövetkezet már a lakosaink és a környező települések lakosai rendelkezésére is áll, hiszen nem csak Biadoncsázáról, hanem Biatoldáról, Bakonszegről, és már Bia-Nagybajomból is járnak át ügyfelek. Két új embert vettek fel a takarékszövetkezetbe, két nagyrábélyi fiatalt, ami a település szempontjából is nagyon fontos.